készüljetek, huligánok, keeper beköszön. Jó reggel, Vietnám! Szavaztok! Futás, 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 rengeteg dolgunk van, mik ezek a pótkocsik nőttek a földön ki. Ugrás be a kombányba is már, veretjük is neki. Még beköszönni sincs időnk, mert a mai részben rengeteg dolgot kell csinálnunk, mert mindig rengeteg dolgot kell csinálni, időt elindítottam. Jaj, de jó, eltűntek a fákének. Innen ne. Az nem valami van? Innen ne. Jó, oké. Nem fogok több kávét inni. Ígérem. Bocsánat. Gyorsan learatok, és akkor mondom a távlati terveket, egy csomó mindent. Megint pénzt kell költenünk sajnos. Ahhoz, hogy pénzt keres, pénzt kell költeni. Az egy nagy igazság, gyerekek. Egyébként vazze. Tudjátok, mit akartam mondani így kapásból a legelején? Egy csomó mindent akartam mondani, csak mindig így eszembe jut valami, ezt el fogom mondani. Először is, most az egyszer pont Ferikével egy nagyon jó barátommal arról beszéltünk, hogy érzem, hogy ez meg fog lenni, gyerekek. Igaz, hogy 30 ezer pénzünk van. Nézzétek, 30 ezer pénzünk, de érzem, hogy meg fog lenni az 1 milliárd euró. Érzem, most valahogy úgy érzem, hogy igen, megvannak a tervek a fejemben, hogyha ezeket meg tudom valósítani, akkor záros határidőn belül meg lesz az 1 milliárd eurós kihívás. És biztos, és komolyan mondom, és ebben tudjátok, mi a legnagyobb szám? Tényleg, abszolút nem magamat akarom hype-olni, hanem azt, hogy képzeljétek, gondoljatok vissza az első részre, hogy mivel kezdtünk. Volt egy darab MTZ-nk, tudjátok, az a nagyon-nagyon régi, egy darab, az az egy traktorunk volt, akkor mi volt még? Volt vödrünk, volt kapánk, kézzel kapáltuk a krumpli, gyerekek. Volt egy két soros krumpli ültetőgépünk, meg volt egy krumpli pörgetőnk, és kézzel szedtük a krumplit a pótkocsira. Onnan indultunk, és összesen 300 euró volt a zsebünkben, amiből igazából tök mindegy, hogy mennyi is lett volna, ha nulla lett volna, az is ugyanaz, mert semmit nem tudtál venni. És onnan ilyen szintre sikerült kinőni magunkat, pont ma gondolkoztam rajta, hogy úristen, oké, nem vagyunk nagyon elkapadva még így anyagilag, meg nem vagyunk olyan nagyon high-tech gépeket, de nem is izével kezdtük 500 ezerrel, meg a gépek árai azért nem olyan alacsonyak, és mégis egész jól haladunk, gyerekek, és nagyon örülök neki, és most, hogy már tudunk pénzt termelni nagyba is, én érzem, tök gyorsan, tök be fog gyorsulni ez a folyamat, és rengeteg pénzt fogunk keresni, gyerekek. Látom az alagút végét, komolyan, vagy a fényt az alagút végén, erről jut eszembe egy ilyen poén, hogy tudjátok, hogy minden relatív igazából, ugye a pessimista az alagút végén a mit lát? A halált, az optimista az alagút végén a fényt, a vonatvezető az alagút végén meg két hülyét a sineken. Jój. Ja, meg volt a realista, aki a vonatot látja. Oké, bocsánat, egy kicsit belekeveredtem. Várjátok, állj! Stoj! Megnyomjuk a P-t. Keeper, találd meg az eszközöket rohadt gyorsan. Egyébként valamire rájöttem, na vigyelj, megmutatom. Oda nézzé! Az ekéknél van az IA tarcsa. Ugye, én meg azt hittem, hogy nincs bemodolva. Itt van az IA tarcsa, csak nincs olyan. Az ekével előkészítette a földeket, a következő vetésre új szántővő földeket is alakíthatsz ki. Tudnék ezzel, csak az a baj, nem nagyon van, mi elrángassa gyerekek, az nem nagyon jó nekem. Egyébként ugye vannak a talajlazítók, amik ugye ekeként is talajforgató előkészíti a földet, a következő vetésre ekeké helyett is használhatod, de ide ugye nincs oda írva, hogy új földeket is létrehozhatsz vele. És erre nagyon figyeljetek, mert ekeként is használható dolog, attól még nem lehet vele új földet oda létrehozni. Ezekkel viszont lehet. Ugye itt mindennel lehet új földet. Oda alakíthatsz ki, amihez oda van írva természetesen. Hát mondjuk itt nincs oda írva, de ezt mindenki tudja. Srácok, az a nagy bajom, valószínűleg inkább egy ilyen vankodnék el, mint egy ekét a lekéktől vadulunk, ez meg igazából 3 méter, sekével előkészíti a földet, következő vetés, és új szántóföldeket alakíthatsz ki. Ez hány még 2,5 méteres? Mert igen, ezek lennének jók, csak nincs milyen húzza. 250 lóerő kell neki, gyerekek. Találós kérdés, hogy 250 lóerő, miért? És mi pont 250 lóerő? Na, hogyha erre nem jössz rá, akkor ne is nézz a videóinkat. Ne is nézz. Aki nem tudja, az ne nézze. Ne nézze a videókat, gyerekek. Azt komolyan mondom. Az nem az a kategória. Várjátok, ennek ne, álljál meg. Egy kicsit lassítsál, mert nem tudjuk követni. Legalábbis én magamat nem tudom követni. Na várjál, hány lóerő kell neki?
Sasztiz lóerő. Ja, és igen, mondtátok, hogy az MTZ-n, amikor átmódosítottam, voltam hogy olyan hülye, és levettem a nagy motort róla, úgyhogy azt, akkor MTZ-vel elmegyünk az ekér, vagy talajlazítóért, és De nem vettem észre, hogy nem sipol az MTZ, de mintha sipolna. Pedig írtátok, hogy hülye voltam, mert levettem róla a nagy motort, de hát akkor mindjárt vektoringoljuk. De valószínűleg egyébként nem tudom, hogy ezzel kellene húzingálnom. A T150K-val lehet, hogy jobb lett volna rángatnom az ekét végig. Hát nem eket tudom, de mondjuk nevezzük ekének, jó, úgy egyszerűbb. És azt akartam egyébként még mondani, képzeljétek el, hogy Sanyi, amikor ide jövök videózni, tudom, hogy eléggé csopongó vagyok, de ezt is szeretném elmondani. Sanyi, ugye van egy sicum, nem tudom, keressetek rá a sicukutya, aki nem tudja milyen, az körülbelül olyan, mint egy maci. De olyan, mint egy plusz maci, szó szerint. Amikor elkezdek videózni, mindig ide jön az asztalom alá, az író asztalom alá, vagyis a számítógépen asztalom alá, és rárakja a fejét a lábamra, és végig úgy van. És az a durva, hogy amikor végzek a videózással, mármint még nem végeztem, de köszönök el. Ő tudja, hogy köszönök el, és akkor föláll, és kijön, és fel akar ugrani. És akkor néha mondom neki, hogy állj, ne haragudjál, még fölveszünk egy másik videót, egy másik játékba, vagy bármi. És hihetetlen. Egyébként bárkinek, aki egy kutyát vegyetek magatoknak bent itt. Ügyeseim, ez azért lehet, hogy orsúlyköteles lesz, mert egy kicsit levegőben van. Az irányítás teljesen megváltozik. Nagyon imádom egyébként a Farming Simulatorba, mert a fizika az egész jó tud lenni. Jó, nem ezt kellett volna módosítani, hanem egy MTZ-t, mert ne figyeljetek, igazából már olyan pörgősek vagyunk, hogy szerintem konfigurálás. Mi? Levettem valóba? És mit csinálsz? Nem azt mit csinálsz képű? Milyen ne legyél? Hol vagyunk? Várjál már, belekeveredtem. 80 lóerő. Ez mi? Ez a csárvédő. Nem akarom addig módosítani. Ha umban a izé... Motorbeállítás. És tényleg a 80 lóerő, 110 lóerő. 80, 105. Van 110 lóerős. És azt már meg is volt véve. De hülye volt, hallod a keeper. De hülye volt. Hát igen, várja, visszarakom a hangerőt, mert az a baj, hogy lekövelni mindig a T150K az ordét, mint az őrgyűt. Megmentek is egyet már, hiszen... Na, menj egyet. Jó, hát egy kicsit... Ó, hát egy kicsit jobban is megindul, gyerekek. A 110 lóerővel akkor már veretjük neki. Egyébként érdekes, megmondom a Frankot, hogy fölraktam a 110 lóerős motort, lehet, hogy ugye ez nehezebb is. És még arra is figyelnek a készítők, de nem lett ortolós. Az előbb, amikor a másik motor volt benne, az fölmúlt a levegőbe a kerék, még láthattátok is. Most meg beraktuk a 110-eset, és szerintem nehezebb lett a gép. És ilyenre figyelnek a készítők. Hát ne haragudjatok meg, de azért ez... És hombasz, ez türül rendesen, türül. Nos, kacok. Ugye a fákat eltüntettem előző részbe, szóval arra már nincsen gondunk. Gyorsan le kéne ezt. Na, a távlati tervekről akkor beszéljünk, skacok, mert aztán mindenről beszélünk, kutyáról, meg mindenről, csak arról nem a vérekőre. Na, várjátok, itt eszembe kell csatolniam, hogy nem kell, területek létrehozásának engedélyezés, az Z, oké. És akkor mennyi neki, mennyi, úgy, várja, kicsit hátrébb, úgy, jó. Akkor adjuk neki. Az igen, az nyomja rendesen. Jó van, gyerekek. Jó, azért kéri az energit az MTZ. De jó ez, jó, gyors, fordulékony. Mármint úgy fordulékony, hogy fürge kicsi gép. Ezzel megcsináljuk jó ezt a melót. Pikpak, nem lesz nagy cucc. Tök jó, hogy kiszedtük a fákat. Köszönöm szépen a segítséget. Ti mondtátok egyébként, hogy ezt hogy tudom megoldani. Ó, és ezeket a bokrokat meg el is tünteti. Nagyon jó. Na, távlati tervek, hogy igazából hogy fogja Keeper összeszedni az 1 milliárd eurót egyébként? Kicsit úgy érzem, hogy ti is velem együtt szeditek össze ezt az 1 milliárd eurót, mert mindig segítetek az ötletekkel, írtok ötleteket, és én ezeket tudom megvalósítani, és kicsit olyan, mintha együtt szednénk össze, nem én szedném össze, hanem együtt. Na, akkor azt kellene, hogy össze kellene szántani ezt a területet, le kellene trágyázni mindenképpen össze, utána le kellene kultizni, el kellene vetni.
Utána ugye egy növekedési fázis, utána meg nem is kell akkor már még egyszer trágyázni, csak le kell permetezni, és akkor utána learatjuk. Abból lesz annyi pénzünk, hogy utána géppark csere lesz mindenképp. Ha nem is csere, de valószínűleg, hogy módosulni fognak a géppark. Ó, gyerekek, ott, ja, mondjuk az a túloldalon van a fa, az nem az enyém, jó. Úgyhogy egy kicsit ebben módosítom, és itt azt nem szeretném kiúzni még, hogyha engedné jobban, akkor se. Menem, de ilyenkor vigyázni kell, mert ha belelóg ilyenkor a földbe az eke, a végátlenül, akkor is azt úgy kicsapja, mint a szart, mert úgy érzékelje, mert leér, érte. Hiába, jó, jó. Oké. Egyébként még egy dologról akartam beszélni, ilyen srácok. Jó, rugál a gép. A fűes részen ott nem rugunk meg, de amikor levegyük a barázdából, ott már szerény szemben. Még egy dologról akartam beszélni, Farming Simulator 22-t nagyon sokszor emlegetitek, és most szándékosan megnéztem egy Farming Simulator 22 videót, streamból, de visszanéztem egy másik videóstól. Gyerekek! Ne akarjuk azt a Farming Simulator 22-t. És elmondom, hogy miért nem akarok Farming Simulator 22-t egy. Ajaj. Baj van gyerekek. Menjünk le innen. Ja. Egy az. A modok olyan kevés van belőle még, főleg retro gépekből, hogy az őrület. A srác retro, ilyen, ő is ilyen TSP akar játszani, meg azt hiszem, hogy fog, nem tudom. De ilyen modokat mutatott, hát körülbelül benn van ez az MTZ pak, benn van egy olyan ifa, ami úgy néz ki, mint egy műanyag autó, és mindjárt beszélek róla, hogy miért néznek ki úgy, mint a műanyag autók a gépek. Meg még ráadásul, ja és nem tudom, nekem nem tetszik, grafikailag semmiképpen, és ugye kevés a mod, ez a kettő, és most akkor beszéljünk a grafikával, az összes jármű, az úgy nézett ki, mintha valami műanyagból lenne az autó. Mert, és közben kiderült, hogy gyakorlatilag az nagy probléma a Farming Simulator 22-es modokkal, hogy valahogy, én nem nagyon értek a modoláshoz, van itt egy-két srác, például Tarci, te is, ha itt van egyáltalán, nem biztos, hogy itt van, de vannak itt olyan emberek biztos, és valami olyasmit említett a srác, hogy ott már nem textúrák vannak a modokon, hanem színt adhatsz meg. Tehát nincs az, hogy ilyen ilyen kopottas, rozsdás lesz szép a jármű, hanem gyakorlatilag megadhatod gyakorlatilag a poligonokat így beszínezed. Megadod, hogy ez piros legyen, ez kék legyen, ez sárga, de nem ilyen konkrét textúrákat húzol rá, ami ilyen ütött, kopott ilyen ízést. Olyan műanyagszerűek voltak az összes jármű, amivel játszott. Meg még ráadásul úgy kezdte a videót, hogy 500 ezer pénze volt, és az összes járműnek még mondta is, hogy levitte 10 000-re a lálát. Steigernek meg minden. 500 ezerre volt. Tehát akkor tudsz venni 50 darab rába Steigert így instant az elején. Jó, én értem, hogy nem kell kihívás egy játékba, de valahogy annyira különbözök akkor, lehet, hogy bennem van a hiba, de annyira különbözök, hogy akkor tudok örülni egy dolognak, hogyha azért szenvedek. Hogyha van 500 ezeren, megveszem akármelyik földet, amelyiket akarom, meg veszek egy Rabensteigert, veszek egy, mit tudom én, TASZ Dominátort, szóval így jó. Jó van, oké, jó játék volt, elértem 10 perc alatt mindent, amit el akartam érni a játékba, nagyon kajak, jó van, oké. Nem tudom, most írjátok meg, hogy bennem van-e a hiba, vagy én vagyok lehet, hogy ilyen mazoista állat, hogy szenvedni akarok azért, amit megkapok. Érted? Nem tudom. Akkor van sikerélményem, hogyha azért megdolgoztam, úgymond, a játékba is. Nem tudom, de lehet, hogy vannak ilyen emberek, meg vannak olyan emberek, lehet, hogy valaki közületek is inkább jó, beadalom a pénzt, tudjak mindenfélevel játszani, az is érdekes tud lenni. És sokkal érdekesebb szerintem, hogyha szenvedsz érte, úgyhogy mint például, ahogy kezdtük, hogy kapával meg kézeszedtük a krumplit. Egyébként ezzel azért jobban lehet dolgozni, mint egy éve, hallod? Nem? Azért az vadító tudott lenni. Főleg egy ilyen kettes ekével el lehetett küzdeni. Ja, igen. És ja, ennyi. A Farming Simulator 22 egy ahogy kinéz, nem jön be. Nekem nem, ne haragudjatok, nem jön be. Ja, nem jön. Most akartam beszélni valamiről. És nem is beszéltem szerintem még soha erről, de várjál már.
Ezt el kell, elmondom, bazd, elmondom. Na, ugye, egy kis ilyen benfettes titok ilyen youtuberséggel kapcsolatban. Képzeljétek, mikor indult a, indult a Farming Simulator 22, ugye kilátásból volt, hogy indulni fog, még nem jelent meg, akkor a Giants-től, Giants, azt hiszem a cég neve, valami magyar képviseletes, tököm tudja kicsoda, megkeresett, hogy megkapnám a Farming Simulator 22-t megjelenés előtt X idővel, csak kellene róla videót csinálnom, meg jelöljem meg, hogy mennyi lenne az összeg, amiért én ezt csinálnám. És valahogy úgy... Fú, bazze, nem tudom, aki régóta nézi a csatornámat, oké, tudom, hogy vannak reklámok a videóban. De... Lehet, hogy hülyeség, de... Oké, van számla, megy a gépem, töltök fel, azokat kicsengetem belőle, nem nagy pénze lehet ezzel keresni. De valahogy nem püllött a fogam komolyan ahhoz, hogy valószínűleg, hogy jó kritikát kellett, de tudjátok jó, hogy igazából mindig a Farming Simulator 22-re nem volt jó kritika. Csináltam róla videót, és azt mondtam róla, hogy nem ez nem tetszik, az nem tetszik. És úgy voltam vele, hogy inkább nem akarok én videót csinálni a Farming Simulator 22-ről, úgyhogy ha nekem mindenképpen azt kell mondanom róla, hogy ilyen csoda jó, olyan csoda jó. Mert biztos lesznek olyan részei, biztos jó, én elhiszem jó. De biztos minden játékban vannak olyan dolgok, amik nem tetszenek, és hogyha arról nem nyilatkozhatok teljes őszinteséggel, akkor inkább nem akarom, akkor inkább nem. És tényleg, esküszöm akármire, vagy volt egy ilyen, és nagyon sajnáltam, mert biztos tök jó lett volna, hogy idő előtt, megjelenés előtt Farming Simulator 22-es videókat tudok csinálni a csatornára, ez tök jó, meg minden, de soha nem az motivált, hogy így. Nem tudom megfogalmazni. Nem tudom, én szeretek játszani, és azért játszom, mert szeretek játszani. És nem tudom, nem. Biztos van egy csomó olyan cím, ilyen AAA, meg izé, meg ilyen nagyon mainstream, amivel böszme nagy nézettségeket lehet elérni. De hadd játszok azzal, amit akarok. Úgy tudjátok, jó, Farming Simulator nincs egy fél évig valamikor, pedig aztán tényleg írjátok, hogy legyen meg minden, ott egy fa egyébként. De ha nem szeretek vele játszani, akkor nem tudok vele játszani. Nem tudom magam így meghozottolni. Na jó, de ez várjuk le ezt a témát, csak ezt ilyen érdekességnek most így eszembe jutott. Mondom, ezt elmondom, valószínű biztos más videókat sokat is megkerestek, vagy lehet, hogy megkerestek mást, miután én nemet mondtam, mert tudom, hogy vannak nagyon sok, nagyobb videósok, de talán aki így a fő zsánere ez, az talán lehet, hogy még most én vagyok a legnagyobb a YouTube-on. Nem valami kitüntetés ez, meg nem valami nagy érdem, de ez ebbe lehet, hogy most valaki lehet, hogy lehet egy kis videós, de lehet, hogy valamivel játszik, akkor ő abba a formátumban talán az egyik, vagy legnagyobb, vagy egyik legnagyobb. Tudom, hogy más nagy videósok is játszottak Farming Simulator, de nekem ez így egy ilyen majdnem zsáner, Spintires, Mudrunner, Farming Simulator. Értitek, hogy mire gondolok, remélem, na. Jó, van gyerekeket, ez mindjárt le van a szarnó, de ne is beszéljünk erről, csak így érdekességnek mondom, így eldobom ezt, hogy volt egy ilyen egyszer, egy távoli galaxisba. És tényleg arról indultunk ki, hogy onnan indultunk ki, hogy miért nem 22? Egy az, hogy kevés a mód, nem tetszenek, tényleg legyen inkább... Farming Simulator 19, az annyi mod van, olyat találsz, amit nem akarsz, és igazából bármit. Nincs olyan traktormárka, nincs olyan legkisebb, gagyi kis traktor, vagy bármi, amiről nincs mod. És ez a jó, hogy gondolok én, kigondolom ott, mint tudom én a munkáján, vagy ástán fekszek az ágyba, de jó lenne egy ilyen dolog. És akkor nem felakom, érted? Akkor nem az van, hogy az ez sincs, és akkor holnap után akarok más, ez sincs. Nem, lehet, van hozzá minden, lehet, hogy lesz Farming Simulator 22, kiforja magát, egyébként most már kezd módosodni jobban, de meg igazából nem nagyon tetszik nekem az a nagyon shiny, ilyen nagyon ilyen műanyag. Egyébként sokáig ugye, mikor kim volt ugye már a Farming Simulator 17, de lehet, hogy már 19 is, akkor is mi 15-ben nyomtuk az
új lapmapot, mert az olyan nagyon retrós, olyan jó volt. Jó, már kicsit megbékültem a 19-es grafikával, de én például a 15-tel is tök jó ellennék. Megmondom őszintén, miért nem 15, mert ugye sokan meg azt mondjátok, hogy miért nem a 15. Mert a 15-ben egy azt a mapot, ugye, az alsó új lapmapot, azt keresztbe hosszába végignyomtuk. Meg igazából ott az nem tetszik, 15-be, hogy ugye az összes föld a tiéd, és igazából azért a földekért küzdés azért az egy jó dolog, az egy jó része a játéknak. Meg még ráadásul tököm ki van a Farming Simulator 15-be a munkással. Ugye ott az egy őrület, ott nem figyel semmit, hogyha elhúzza az eke egy kicsit, akkor megy keresztbe hosszába, vagy éppen a kultivál, az egy nagyon kezdetleges még így játéktechnikai szempontból inkább, ugye. Ott mod kell ahhoz, hogy kiöntsd a földre a cuccot, ott nagyon sok dolog még, de nem grafikai, meg nem mod szempontból, hanem játéktechnikai dolog, még ott nagyon kezdetleges. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen simulékonyabb már 19, itt már benne van szinte minden, ami kell. Ugye meg a 22-nek mi az előnye? Tényleg mi az előnye? De erről már beszéltünk ugye, hogy a termelési láncok, amik olyan szinten egyszerűek, mint a százegyszeg. Igazából tényleg ilyen elviszed a buzát a pékhez, az pék meg elviszed a ízét, a kalácsot, érted? Vagy nem tudom, ilyen, vagy a malom így. Van három láncszeme, aminek igazából olyan túl nagy sok értelme nincs is. Ha fölraksz a 19-hez egy modot, egy ilyen faktori modokat, és most százszor bonyolultabb dolgokat tudsz csinálni. Tényleg a legrobb. Jaj, na most álljál meg! Most álljál meg! Láttátok? Kezdte elásni magát, és erre rohadtul kell figyelni, oda nézzé. Hogy amikor kezdi elásni magát, akkor valami baj van, és van is baj, gyerekek, oda nézzé. Igen, hova rakjam ezt baza? Tudjátok mint? El kéne vágnom. Oké. Okay. Kezdi elásni magát, akkor ne taposd, mert akkor baj lesz. Úgyhogy ilyenkor kivesszük. És kigurulunk. Ezt megküzdjük még egyszer, talán nem ássa el magát. Jó. Ja, figyelni kell itt arra, hogy ne ássasd el magad, ez tök tetszik ez a része a játéknak. Mármint ennek a módnak ugye, hogy van ez a talaj, ez a rea mód. Hogy szó szerint akárhol el tudod ásni magad, hogyha úgy van. Hogyha nagyon rugatod, akkor ugye ássa be magát a földbe. Nem csak ennyire, hanem akár tengelyig is. Attól függ, hogy mennyire rugatod. A kis láncok ott még azt a kicsit, aztán akkor mehet neki a izé, mehet neki ugye a trágyázás. A mi trágyázás? Hú, most aztán mindenről beszéltünk megint, lehet, hogy nem is nagyon lehet követni a Keepernek a hülyeségét. Na figyeljetek, ott még maradt egy fűcsomó, hát nem hiszed el pont a legvégén. De jó lenne, hogy nem kell volna belemenni a szántásba, tehát talán nem ássa el magát. Jó, kap ki, mert bánsa magát, dék. Azért ezek a szűk kerekű traktorok azért megkérlódnak itt, nem? És valószínűleg van már értelme, ugye? A dupla keréknek ezen a emiatt a real mode miatt. Jó, gyerekek, össze van szánva, azért nem kicsi, hallod? Ez nagyon beteg, brutál nagy lett. Jó, van egy, ezt egyébként elrakjuk, és a gépeket nem fogjuk így azt csinálni, hogy azért adogatjuk el, hogy legyen pénzünk, termelünk pénzt, most már tudunk termelni normálisan pénzt. Úgyhogy ezek így meg fognak maradni nekünk. Hát a pautkocsi az meg ugye mindig a fázas dologra fog menni. Itt azt hiszem, hogy ezt elrakom. Valószínűleg még terjeszkedni fogunk ilyen a kiesztelep szempontjából, mert kicsi lesz ez nekünk, érzem. Meg majd egy részben össze is fogok pakolni, várjátok az évvel ki kell kapcsolni ezt a cuccot, nehogy itt tegezzük a szartófődet létrehozni. És akkor adhatjuk is neki. A permetezés, nem a permetezés, hanem a műtrágyázás kellene. Az viszont, várjál, és ugye most a betés van, akkor pont amiről beszéltünk, azt fogjuk csinálni. Hú, az MTZ-ben megint el kell venni tankolni. Elmegyünk tankolni, és kim van ugye a... Nevezzük műhelykocsinak, tudom, hogy nem műhelykocsi, de nevezzük annak, jó? Kim van a műhelykocsi, és akkor ugye azzal ki tudunk menni mindig, tudjuk tölteni majd a vetőket, nem kell befutkozni, és ez nagyon jó. Ez megint egy nagyon jó dolog. Érdemes volt csinálni, igaz, hogy az előző részben, nem előtte lévő részben, sokáig eltököltünk vele.
Úgyhogy lehet, hogy nem is örültetek neki, hogy azt rakosgatom, de ugye meg fogja hozni a kívánt hatást, hogy nem kell mindig tökörészni. Gyerekek, jó fele megyek a kútra? Itt balra, az a mindig más fele megyek. Aztán nem tudom, hol van. Jó, az MTZ az a zabar rendesen. Na. Te úgyse, telerakjad. Ezt nem tudom, hogy hány liter áll. Ugye meg van szabva, hogy hány literesek ezek a modoknak a tankja. De belegondoltok, az egy tankbenzin, hát rengeteget megyek ám. Nem csoda, hogy kirántja a tankbenzin. Ezzel akarok mindenképpen parmétézni. Itt el kellett volna menni ugye földes útnak. Várjátok itt a föld célébe. Tarlón nem megyek. Mondtátok, hogy azért realisztikusabb lenne, hogyha normálisan közlekednék, de azért föld célébe lehet közlekedni ezekkel a járművekkel. Go nékün! Meg ugye a víz lesz, patak. Megpróbálok átmenni. Jó. Oké, és kacok. Azért nem mentünk hátul, mert előre kell menni mindenképp a műtrágyázóhoz. Aztán el is indítom gépi munkással. Nem tudom indítani azt? Nem biztos. Lehet, hogy ezt nekem kell megcsinálni. Lehet, hogy a műtrágyázást én csináljam. És inkább akkor a kultiválást ugye a 10-150k. Meg akkor még a krisztál is mehetne kultiválni. Úgyhogy egy csomó gyerekek van ám dolgunk. Ezt a pótkocsit el kéne innen húznom. Pörgök ám, mint a drágyaszóró szó szerint. Azt se tudjátok, mellé van előre valami. De tudok, hogy remélem akasztani a kocsba. Jó, jó, pont jó. Szerintem nem sokan mulat, hogy feludtam. Szevisszük hátra. A kocsba. Mire beállítjuk. Nyomunk egy kagyat, hát a forduló köré. Egyébként az a forduló körével ennek az MTZ-vel nem vagyok kibékülve. Egész jó el vagyok vele. A forduló kör az. Kicsit bánatossá tesz. Na hol van a izé? Nagy. Műtrágya szóró! Yes! Ja, meg a srác megvette a legnagyobb műtrágya szólót a világon, érted? Meg a legnagyobb permetezőt, így a kapásból. Na ugye végtelen pénze volt, úgymond. 500 ezer azért a kezdésnek azért nem rossz. Főleg a 10 ezerre beállítod az összes gép árát. Aztán izé, hát nem tudom, én nem éreztem ugye nagyon az affinitást arra, hogy én azzal például, hogy jól tudjam magam érezni. Ilyennal. Na gyerekek, azért a 110 lóerő az megérződik ám a 80 után. Na, plusz 30 lóerő az nem kevés. Jó. Nem tudom, megpróbáljam megindítani ezt, gyerekek? Lehet, hogy megpróbálom. Mert addig ki tudnám hozni, ugye, még ha egy sort is húzna le, ki tudnám hozni a 150k-t, azt adná neki. Bár lehet, hogy azt kéne, 150... Jó, még lehet, hogy még kéne egy traktor bazza. Még a végén mi lesz itt? Na, nem indul el. Elindulsz? Hé! Forog az? Jó van, oké. Csináld okosban. Megtrálja a 51%, látod de? Már kapásból. És akkor utána ugye mehet a kulti. És utána a vető meg még egyszer letrágyázza és készre is megyünk. Kellene a nagy kultink. Gyerekek, azért ez földám! Nem? Meg be kéne hozni a pótkocsikat. Egy nagy kabinos 82-est mindig mondtok, hogy legyen. Úgyhogy előfordulhat, hogy lesz egy nagy kabinos 82-esünk ebbe a részbe, jó? Ez csak belső részletben lehet, mert olyan hangja van. Kipufogó-e, ki van likadva, vagy nem tudom. Úgyhogy lehet, hogy egy nagy kabinos... Mert azon gondolkodok, mert mindjárt megnézzük, hogy egy ilyen... Jaj, baze. Olyan... Nagyon jó a fordulókere, de olyan lassan fordul el, hogy az megőrűz tőle. Nyisd ki, szárnyairat nyisd ki, te csodás T-150. Ujjjé. Ahogy értelmesen kéne megindulnunk, mert a portkocsit nehogy elvigyem el képes rá, én érzem. Ugye, fő célibe kéne rakni kb. Kartsát, majd az IA-hoz tudja a dolgát ám a rávába. Na gyerekek. Adjál neki, Sanyi!
Vellogassa, figyelj, villogatott már, útba voltam neki. Olyan, beleküldted a földbe, jó vagy. Parkocsira vigyázzál, mert elrántod, jaj, lehet, hogy elkapja. Ajaj, eléggé kiló, jaj, te fiú. Megáll ez. Ne. What? Jó, bazza, neki ment, láttad? Meg, egy icipicit megütötte. Jó vagyunk. Kellene nekünk még traktor, be kéne hozni a pautkocsikat, mind a kettő gyorsba. Jó, gyerekek ezen a földön, nem mondom nektek. Ba. Most azon gondolkoztam, eszembe jutott, hogy mit kell. Egyébként ilyenkor az, na bocsánat, hogy itt egy ba. Az, hogy arra gondoltam, hogy mi a szart kellene vetnünk. Oda nézd mekkora ez a föld, te testvérem, hallod? Ez egy borzalom. Jézus Isten. Hát ez, figyeljetek, ez... Megpróbáljuk a búzát? Gondolkozok a búzán, hogy megpróbáljuk-e azt. Mert ugye a búza, azon is van szalmája. Mondjuk az árpa baró jót hozott. Lehet, hogy az árpát nyomjuk. És a... A búzát... is... Nem, szerintem árpa lesz, gyerekek. Árpa lesz. Gyerekek, a végén még megtanulok tolatni a forgosával, és ne szórakozzám. De most miért nem veszik fel? Na, hogy... Árpa lesz, gyerekek. Mondjuk az aratásra jó lett volna egy... Jó lett volna egy kamaz. Nem gondolom őszintén, de valószínű, hogy nem fog meglenni. Gyerekek, mit csinálnak itt a dolgozók? Tolass hátra teljesen. Jó, majd a végén lehúzzuk. Csinál mindenki mindent, ugye? Ez is megfordul, jó? A végén le kell húzni a földcéleiket. Ezt ne felejtsük el. Jó, hogy szegény MTZ, hallod? Milyen picinek tűnik? Na, mert pici is. Hadd menjen, hallod? Hadd menjen. Én kapcsolt be azt a gépet, tesó. Vagy, ja, menj, csak nem lássuk. Nem, még mindig tolod. Vagy mit csinál ez? Ja nem, jó van, megy. Hány százalékon van műtrágya? 42%. Látjátok milyen jó? Hogy van ez a modunk. Tudjuk menedzselni itt a dolgokat. Egyébként ugye még egy... Kellene még egy gép. Most tudom, agyalok. Lehet, hogy veszünk még egy gépet, mert ekkora földön. Ugye van még két vetőm. Ojjaj. Igen, egybe is hagyom azt a két pautot. Itt meg van egy kis árpánk, majd azt nem felejtsük el fölrobni, jó? Mit akartam? Keeper! Most mondom, hogy egybe kéne hagyni ezt a két pautot. Oké. Van két vetőnk, meg még ki kéne húznunk a műhelykocsit is. Hát nem tudom, hogy az el tudja húzni egyébként a kultivált területen a műhelykocsit, a krisztálunk. Hány lóeres a krisztál? Várja! Meg kéne nézni egyébként, én nagyon fáj fejem, vagy fogom egy másik traktorra is. Hogy vagyunk gyerekek krisztál szempontjából? Gyerekek, annyi mindent összeszedtünk már, hogy az őrület. Krisztál hány lovas? 118 lovas, mondjuk az nem rossz szám. Nem rossz, meg jó olcsó volt. Milyen kocsit ki kell minden, mert 26%-on van már csak a műtrágyázás. Hát ezt nem biztos, hogy el fogja húzni, főleg a kultivált területen már. A tárcsázottan. Így lehet, hogy ezzel beszívunk, ez lehet úgy ássa el magát, mint a szar. Na gyerekek? Csak ne itt ássa el magát a 1050k előtt. Ő te fiú! Ő, hallod a portkocsi? Jó van, kiérünk a tarlóra, az jobb lesz talán neki. Hallod, 40%-os tippünk van, rugod összes kerék, mint a disznó. Műtrágya 20%, jó van. Elébe megyünk a rómba, kemenjünk arra. Egyébként gondoltam arra, hogy legközepén a területnek lehetett volna mondjuk egy ilyen fészer, ahol lenne műtrágya, lenne egy siló,
amiben beleöntözhetnél egyből a cuccot, úgyhogy ha majd sok területünk lesz, annak viszont a közepére lehet, hogy le fogok rakni egy ilyen lerakatot, hogy ott legyen műtrágya, legyen siló, minden legyen, érted? És akkor az olyan gépeket például, amilyen megmunkálod, mondjuk amivel kultiválsz, meg minden, ott lehetne tárolni őket. Nem megyünk arra, 9%-a szerintem pont jó lesz. Oda akarok teljesen állni mellé, ez lenne a jó benne, csak az a baj, hogy nagyon nem akar menni. Fölfele megyünk most domnak, hát az, hogyha elássa magát, lemedvízünk itt, akkor nagy baj lesz. 4% gyerekek, pont jó. És erről beszéltem, logisztika, gyerekek, logisztika, csak hogyha ez egy erősebb gép lenne, akkor jó lenne. Ne fogja ásni magát, figyeld meg. Ne! Na, épp hogy? Hagy csak elég a csép. Ne! Aj, ne! Elásta magát a gép. Talán ki megy belőle. Menj ki, bazze. Jó, egyik kerék az úgy elásta magát, mint a szar. Nem tudom, mit csinálják hátra. Jó, hátra jó volt. Hát gyerekek, ez ennek a pótkocsinak ez kevés egy kicsit. Mindjárt átülünk az MTZ-be, semmi probléma, figyelj. Úristen. Úristen. Itt mellett állsz, akkor azért van para. Na. Köcsör meg fele? A műtrágya úgy fogy, mint az állat. Egyébként gondolkozok rajt, meg mivel ti is mondtátok, hogy lehet, hogy azt kellene csinálni a Keepernek, hogy tartsak disznókat. Már csak a trágyáért is. Most merre menjek ki itt megint? Mondjuk most lefele megyünk talán. Majd elég lesz ennek? Nem lesz elég erre a földre is. De az... Várj, mit csinált ez itt? Ezt itt kihagyta, bazzel. Mit csinál? Mi történt? Olyan, megnézem a térképen, valami itt nem stimmel. Mit csinált ez a csávó itt, öcsém? Azt a betyár, öcsém. Hát ez itt kihagyott egy ilyen nagy pekedli helyet. Mész kell, ugye hiába van bekapcsolva, a mész az nem kell egyébként. És mi arra megy vissza? Hát ez érdekesen dolgozik ez a nem tézé jóvar. Csak jó lenne, nem érné utolra. Jaj, figyeld a szántásba, szegény. Hát te aztán tudod, öcsém, hogy mit csinálsz? Jó, elmegyünk erre. Mag is kell ugye valahol majd. Ide fölmegyek a domtetőre ezzel a krisztál. Hát ez helyett lehet, hogy kéne valami nagyobb traktor. Mondjuk a krisztálra feláldozható ugye, hogyha kihúzunk egy olyan sorskártyát. Jó, van, csináld csak testvérem, műtrágya. Megy, jó, oké. Okay. Viszont ez a krisztál, ez itt szenved ezzel a pahurkocsival. Érjünk ki a füves részre. A füves az tömörebb, ugye ott nem annyira süllyedsz el, látod, meg is indul. De nagyon különben tetszik ez a mód. Na, mi a helyzet, barátom? Mit művelsz te itt? Mit művelsz? Itten billeget. Eltávolítunk, kicsit megnézzük. Ja. Itt középen kihagyott egy csikott testvér. Érdekes dolgokat csinál. Addig jó, amíg ugye a kultivátor nem fogja utolérni. De talán nem. Várj, ezt átveszem, azt odébb rakom, mert itt kihagyott helyet, gyerekek. Itt látod? Itt. De ezt miért hagytak, hogy itt megállt? Itt látjátok? Itt megállt az a hülye. Kávé itt. Jó, oké, de most tök jó, most megcsinálja, pont ez a csík hiányzott. Úgyhogy akkor jó, valószínűleg a végén majd azt fogja mondani, hogy befejeztem. De semmi gond. Na nézzük, ránézek a térképre. Aha, most be fogja ezt húzni, azt a középső csíkot, akkor megvan. Látjátok, itt a szélén elhagyja. Úgyhogy ezt le kell húznunk. De jó lesz itt minden, gyerekek. Azt még meg tudom csinálni, semmi gond. Csak az a baj, hogy ugye addig nem kellene neki állni, vettetni, mert akkor baj van. Hát nincs is mivel. Mivel kezdjük el vettetni? Nézzük már meg.
traktorok a gyerekek, mit tudnánk? Köze, nézzük meg a közepes traktorokat. Milyen modifikáció? Hú, vannak ezek a kis Johnny, de hát mondjuk ez nem kell megvennem még. Életben, Kazasztán. Rába 180 fire a fejem, ezt nem veszük meg ennyiért, ez 110 ezer legyen az ára, jó? Ez nem, nekem nem kóssel. Még mondtátok, hogy ez a másik 1050K, az lehet, hogy jobb lett volna nekem. Akkor lehet, hogy majd újítunk. Nézzük meg a kicsi traktorokat. Kicsi gesztenye. Ja, erős traktor kell, gyerekek, nem kicsi. Legalább a 110 lóerőt érje. Volt itt az MTZ-ek között valami nagy széleskerekű vadállat. Szoktam látni. Itt van ő. Itt van ő. Mindenki szélesebb a kereke. Na tudod? Valószínűleg kevésbé ásnál magát, de akkor már ebből nagy kabin, hogy oda nézd, 19 ezer hallal. Azért ezzel el lehetne karistolni, nem? És mi kerékbájtás van még? Default. Ő van hátsó ikerkerekes, hallod? Hátsó ikerkerék és motor. Hol van a motor? Motorbájtás. És őre is lehet kérni a 110 lóat. Viszont ő dupla ikerkerékkel hallottuk. Mondjuk ez 20500, ki is jönne? Már nem tetszik nekem a hátsó ikerkerék, megmondom őszintén. Viszont van a default 2, az is széles. Vagy sőt, az még szélesebb. Hát tudod. Azért ezzel lehetne karistolni, nem tudom. Hát az a baj, ez 110 ló. Nem bátjuk meg a világ. És ő? De nem lehet valamit venni? Piroska is. Big 100! Azt hittem ez egy 82-es MTZ. Milyen szar? Azt nézem, hogy motorbeállítás. 115 ló. 115 ló. 115 lóat tud. 18500. Egy piros nagy kabinos MTZ, de hát... És azt fogjátok mondani, hogy ez hogy... Nem 82-es, de hát az igazából 82-es gondolom, csak éppen ez valami újabb típus. Kerékbeállítás van valami? Jöcsém, láncolt kerekei vannak, plusz 50-nél. Jóó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 
Hátsó iker. Default 2. Széles gumik. Ó, oh, ez a széles gumival ez az elég bat durva. Alapértelmezett. És itt van a chained. Láncot kerekekkel azért érdekesen néz. Nézzük még mi van. UTB. Meg van ez az UTB-nk, ugye, amelyikre lehet egyébként rakni azt a baró nagy motort. 320 lóerő, de ez nekem... Jaj, lehet, hogy azt mondjátok, tud, hogy nem csites, de azért 320 lóerő, nekem az 320 lóerő. Az nagyobb, mint egy Steiger, érted. Igazából túl sok opciónk nincs ám, hogy mit vegyünk. Ezt már ugye vettük. Van itt egy UTB trapéz. Jó, gyereke. 70 lóerőjével. Nézzük, mi a szituáció, mi történik, mert közben szerintem... Ó, hát persze. Hát ez pont az kellett történnie, hogy itt ezek összeértek. Jó, semmi baj. Itt akkor végzett. Lehúzom ezt a hátsó felét, jó? Vagy a felső felét, ha már egyszer itt vagyunk. Ez legyen készre. Jó, és ez már másodszorra csinálja. Úristen, akkor lehet folyamat után még egyszer. Érdekes. Jó, mondjuk akkor hülyeség lehúznom, mert... Ott először, ott meg másodszor csinál. Érdekes lesz ez. Jó, lehúzom a földcélét, és akkor csinálja meg a maradékot. A következő folyamat után ugye megcsinálja a másodikat is. Mármint úgy értem, hogy a kultiválás után már másodiknak számít. Lecsettintem a föld célét, hogy ne legyen belőle gond. Átmegyünk a másikra, azt megküldjük akkor alulról. Lehet, hogy érdemesebb előre megcsinálni azt, mi? Figyeljetek, én megmondom őszintén, a következő részben már aratni akarok.
Már rakni akarok, lehet, hogy most nem veszünk gépet, lehet, hogy kínlódunk még ezekkel, mert azért annyira nem rosszak. És azt fogjuk csinálni, hogy a következő részben azért sok pénzbe fog jönni az aratásban, rengeteg pénzbe fog jönni, és ott akkor reformáljuk a TSC-t. Egy kis anyagilag kicsit följebb tornásszuk a dolgokat. Sandokan, Sandokan! Hoppá, még a föl... Alör! Nem mondod a szomszéd földjére is oda csaptam. Nagyon kemény. Érdekes, azt hittem a szomszéd földjét nem tudom megtrágyázni. Te meg lehet trágyázni a szomszéd földjét? Tehát megtrágyázom legtöbben. Mielőtt megveszem. Lol. Ugye itt a kultivált részem, meg nem akarom, hogy kétszer csinálja, mert akkor megint abba belekeveredik a... Nem, így lehúzom még eddig. Jó, ott egy kicsit nem megy, de azon valószínűleg át fog menni. Oké. Okay. Ne dudálj! Amire ezt lekultiválja testvéreim az úrba, megőrülünk. Azon gondolkodok, ne adjam el a... dolgokat. Figyeljetek, egy darabig nem fog ez elérni ide. Megküldjük itt fölfele, vagy fölmegyünk itt. És akkor azt csináljuk, hogy meg is tankolunk, jó? Meg is töltjük. Jó, itt végig bungatok. És akkor kb. Addig fölérek, akkor meg fogjuk tudni tölteni, és akkor elég is lesz. Tök jó egyébként, hogy van ez a műhelykocsi, nem kell befutkoznod. De egyébként ez elé ugye jó lenne egy erősebb traktor rángatni. Mert akkor dinamikusan tudnék elérni A pontból B pontba, így meg elégenem. A pénzkeresés nagyon megy a keepernek. A keepernek. Gyerekek, ezt tudnám, én csinálhatnám magam is, mert nem egy nagy kunst. Ha régen végeztem volna, ez a melós, ez nem a... nem áll a helyzet magaslatán. Na mi van, nem tankot töltjük meg? Azért fogyálma cucc róla. Ez a műtrágya fogy legjobban, és egyébként ezért gondoltam arra, hogy lehet, hogy disznajokat kellene tartani, nem? Aztán akkor lenne ide, lenne pénz lóvéra. Mert nem kellene a műtrágyára költeni, mert a műtrágyára rohadt sokat elköltesz. Mert ugye még meg kell tankolni a izéket is, a vetőket is, az is ugye trágyáz. Úgyhogy ez fogyni fog itt rendesen. Jó, én ezt lehúzom kézzel, mert megvan itt ez a melós. Borzalmasan lassan fordulja, tolatgat, meg mit tudom én, mit nem csinál. Csak elvileg az meg vagyunk. A műtrágyázás sem meg vagyunk, kultiválás megvan. Itt akkor igazából mégis tudnék még egyszer futni vele, de egyszerűbb az, hogyha... nem kell végigfutnom, hát ott a vető, bazza. Mert mindig elfelejtem, hogy a vető az a műtrágyázás. Egyébként azt hiszem az IH-ra, nem az IH-ra lehet rakni ízét? Olyan egységet, ilyen tartályt, amelyik egyszerre trágyáz, és valami hígtrágyával, vagy nem is tudom, hígtrágyával talán nem. Nem. Rosszul emlékszik a Keeper? Oké, mondhatjuk, hogy meg vagyunk. Hát jó van, az ott marad. Oké, visszaviszem a traktort, felszabadult egy traktorunk, mehetünk a másik kultival, lehúzkodom a szélét. Ezt megcsinálom kézzel. Ugye 110 lovas ez az MTZ, a Krisztán nem olyan erős, de én jobban szeretem ezt az MTZ-t egyelőre. Úgyhogy ezzel fogjuk veletni, igaz, eszik annyit, mint az istennyira. Fölkapjuk a másik kultinkat. Egyébként írta a Fecó, ismerős, sem, hogy elvileg lehet venni trágyát a budiból, az gyakorlatilag egy ilyen trágya adó hely. Hely! Hol van a kulti? Ott a legelején. Oké. Okay. Megcsinálom a kultizást. Hadd menjen. Ja, a messzezés az ki van kapcsolva meg a szántás. A messzezés az többek között azért van kikapcsolva, mert ugye hát én büdös életben nem szoktam látni messzezni ezeket, traktorokat Magyarországon, nem, abszolút nem. Nem életszerű nekem.
megyünk neki. Lehúzzuk teljes egészében. Gyerekek, ez az MT-z egy enge. Ezt elmondom nektek, az MT-z egy enge. Hú, de kellenének jobb gépek? Ezt meg kiszámoltuk, majdnem fötipor minket, az meg 15-tel húzza azt a nagy ruszki tárcsát, hallod? Teresüljegyünk, ojoj, jó. A szantásból. Gyerekek, lassan elérjük a TS telepet, sőt, ma is értem. TS telepbe szembe dolgozom ma. Honnan terjeszkedés? Jaj, mekkora ez a föld, hallod? Ide meg izé is kell. Na, amit szerintem kellene venni egy, nem tudom, a 180-as rámba az IH-t azt elrángatná, nem valószínű, mert ugye az csak 180 lóerő, azt hiszem a 180-as rámba, ugye nem véletlenül annyi az a neve. 250 kell az IH-nak, de szerintem azért el tudná azért azzal vizelgődni, nem? Maximum veszünk akkor egy ilyen ruszki tárcsát a 180-as rába után is, egyelőre, de azért azzal lehetne jobban húzongatni a dolgokat. Figyeljetek, itt vissza kéne fordulnom, mert ez még kevés lesz neki. Bazen rám ütrágyáztam a szomszéd földjére. De frankó. Jó. Hát a következő részben aratást meg kellene állítani, de hát még rengeteg kultiválni, meg rengeteg... Jaj, megnyugatni való van, édes Isten. Meg sorskártya nap lesz holnap. Bár nagyon nem parázok, egyedül attól az egytől parázok, hogy leszárad a tárm és a földről. Bár még nincs elverve, úgyhogy mindenkit sorskártya után kell üzenni, vetni gyerekek, és akkor nem lehet gond. Oké? Okay. És vetünk akkor árpát, az így bejött, meg ugye rengeteg szalmája van. Szerintem az úgy nem lesz rossz. Egyébként a 180-as rábába ugye lehetne húzingálni az izét is. A nagy hamsterünket. Ó, a gyerekek, ezek a gépek már ilyen földmunkákra már rettenetesen lassúak. Viszont a 1050K az nagyon jól dolgozik. 180-as rában még egy ilyen tárcsával meg lenne, figyeljetek, már majdnem meg lenne az egész föld. Úgyhogy egyelőre a 180-as rában lesz még egy ilyen tárcsával, és akkor veszünk IH-t. IH tárcsát. Na, emelt ki a földbe, de. Akkor veszünk meg az IH-t, hogyha lesz pénzünk 250 rábára. Szerintem az erős lenne a 180-asnak. Jó lenne, egy belemenne. Á, gyerekek, hallod? Ássa el magát a gép, elmondom nektek. 40%-os slip gyakorlatilag rúg, mint a disznó, de a másik oldal jobban. Főleg ugye rámegy a kultiváltra. Ez mi volt? Mondjuk teljesen a végéig kell, mert ugye itt még el fogja cseszni a csávó. Tehát megyünk a másik végére, és akkor a kultiválás, ugye a 150K gyakorlatilag 100%-ra be fogja tudni fejezni, mert nem lesz vele gond. A föld szélei meg vannak csinálva. Mennyivel gyorsabb lenne egy 180-as lábával, meg a nagy ruszki tárcsával mi? Itt ezzel ez nagyon-nagyon gyenge. Ez nagyon gyenge, le kell cserélnünk a gépparkot, gyerekek. Hát meg lehet, hogy meghagyjuk ezeket a kisebb traktorokat, a kisebb munkákra, meg mit tudom én permetezni, meg szórni a műtrágyát, de szántóföldi munkára, ilyen komolyabbra lehet felállítani, úgy érzem ezeket. Meg fát hordani ilyenekre, jó az MTZ, de küllenek nagy gépek. Gyerekek, ez lesz a következő projekt majd. De most egyelőre pénzkeresés lesz. Nagy gépeket kell vennünk, valószínűleg egy kis állattartás, és akkor a következő projekt ez a nagy föld lesz, ami tényleg nagy. És az utána következő projekt a következő föld, és akkor gyakorlatilag elértünk odáig a gabonamalomig, vagy mi a tökömig. És ez nem lesz kicsi föld ma akkor, és összeszántjuk az egészet természetesen. Aztán, hogy ilyen egész annyi akkor.
Jó, hát itt végig kell húznunk kétszer legalább. De úgy eszi bazza, ez nem tűzi a üzemanyagot, mint a vállat. Azért ennyire gyorsan nem kéne neki, nem? Úgy érzem, hogy nem. Oda 1050-kel ne keresztezzük egymást lehetőleg. Jó, az most tér ki a másik végén. Gyerekek, jó, akkor a 1050-kára rá lehet hagyni most az egészet kultiválja. Simán darálja végig. El is fogjuk engedni a kezét, végig kiér, megcsinál mindent. És mi meg nekiállunk vetni két vetővel. És szerintem össze, hogy utol is fogja érni a kultivátort. És akkor gyakorlatilag kész vagyunk, mondhatni. Pörgethetjük az időt, egy darab permetezés, és kész, ekkora föld. És ebből szerintem egy ilyen 120-130 ezer pénzre én számítok. És a 120-130 ezer pénzből meg tudjuk venni, meg ugye van is pénzünk, meg tudjuk venni a 180-as rábát, és meg tudunk venni még egy nagy kultivátort, tárcsát, ugye a ruszkit. És hogyha az megvan, egyébként egy nagy kombájn is jó lenne, a Don mellé egy klassz dominátort, vagy pedig egy forsritet. Azok nem által, ez meg lehet, hogy pont keresztezni fog, mert baró gyorsan húzzám az állatai ezért ezt a tárcsát 15-tel, mi meg itt 7-tel szenvedünk ezzel a picivel. Menjünk, 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 menjünk! Itt egész jól megcsinálta, itt kiemelek. Amit elhagyott, azt csináljuk meg, utána meg teljesen végig. Jó, gyerekek! Ez jön el, mint a dumbbot. Meg ez volt az, amelyik fölökött minket, nem? Ű, gyerekek! Ez nem nézi se Isten, se ember, azért az a 1050-k az jó vétel volt. Hallod, figyeld! Nyilgálom! Ó, 15, te mi meg figyeld! Azt a betyár. Figyelj, hogy fordul, hallod? Mind az áll. Vagdolódik a gép ide-oda. Hát, ez annak nincs gondja. Szerintem a dupla kerék tök hasznos ezen a földön. Oké, srácok. El is engedjük a kezét akkor a 1050-kának. Csinálja végig. Ezt már simán megcsinálja. Nem is tűnik olyan nagynak már ez a föld. Mi? Ezt a betyári úristenét. Jó. Ez egy már boldogul. Most nem tudom, hogy mit tolat. Az a baj, hogy most az a szántott rész, az lehet, hogy bekevernek, úgyhogy nem tudom, hogy kéne már csinálnom. Álljál meg, barátom, ne tolass végig az egész hegyhátat. Nem forduljál meg, mondjuk ez olyan hülyeség, hogy ezt csinálja. Még ezt is én is egyedül jobban megcsinálnám, mint a gépi melós. Mondjuk ez a... A szélesség ez nem jött össze most. Nem baj, adjál neki. Nem volt perfekt a szélesség választásom. Oké, de ne ezzel foglalkozzunk. Maximum megfordítom földek végén. Kultivált terület jelentem. Egyébként szerintem a régebbi földünk az kisebb volt, mint ez. Úgyhogy ez lehet, hogy még több hozamot fog hozni. Több hozamot fog hozni. Több hozamot fog produkálni. Ja, és írtátok, hogy ne nagyon pörgessek az időben, amikor el van bedve, vagy amikor munka folyamat közepén vagyok, mert akkor össze-vissza nő, aztán az nem tesz jót nekünk. Az a baj, gyerekek, ám megmondom, mi a baj. Hogy ugye nem akar átmenni a szántott területen. Hoppá, valami beleakadtunk. Ugye a szántott terület az őnek hibát abból, mert gyakorlatilag kultivátnak is számít. És ezért inkább ki akarja kerülgetni, úgyhogy ezt lehet, hogy gyorsan végighúzom, mert itt el fog tökölni szerintem fél órán keresztül, amire rájön, hogy hogyan kerülgesse ki ezt, ami már föl van szánva. Később ugye ezzel már nem lesz problém, de jó, hogy leúsztam a végét, figyeljetek, itt tök jól lehet fordulni. Na
és adjuk neki ide kb. Ahol itt vagyunk, ugye? Ó, ezt most eltaláltam. Most végre eltaláltam a szélességét. A bal kerék az benne a szántásba bukdácsol. Most már nem. Na, halljátok, bemész a szántásba. Meg már csak 13 mózunk. Ne, csoda, hogy nem írjátok, hogy vegyél a steri mód. Szépen lehúzom azt a szántott csikot is, ám gyerekek, ne az legyen, hogy itt izé másfajta lesz, meg még ráadásul a vető is bele fog keveredni, meg minden baj van belőle. Úgyhogy azt is lehúzom, nem tart sokáig. 2 perc, még végigérek rajt. Nagyszerű, örülök. Jó, júj. Oké. Okay. Egyébként valamit, aki ért ehhez. Az írjon meg nekem már, hogy a múltkor Ferike haverom látott egy izét, egy 300-as rávát egy udvarba, lefotózta. Ugye azért az kategóriákkal nagyobb, mint a 250-es, meg még ráadásul sokkal kevesebbet is gyártottak belőle, hogy kb. Magyarországon hány darab 300-as ráva van, és hányat gyártottak összesen. Mert rákerestem, hogy hányat gyártottak akkor, amikor mutatta nekem, nem találtam róla nagyon infót. Meg megmondom őszintén, 300-as rábát, az iszonyatot, nem is tudom, talán meg tudom számolni egy kezemben, hogy hányszor láttam életemben, de nem is tudom, hogy a környéken van-e. 250-es, az pontosan tudom, hogy itt is vannak a környéken, Szummerlaciék, meg a itt Szentpéter úrban, de 300-asról nagyon nem tudok. Meg ugye azt hiszem voltak a 320-asok, amiket 90-es évek után gyártottak, és az ilyen zöld festésű is volt belőle. Talán a legelső típus az ilyen zöld metálfestéssel készült valami. Talán nem GD motorosak voltak? Nem tudom pontosan, javítsatok ki, hogy ez hogy van, aki vágja. Meg ugye... Hát a legnagyobb rába, ami készült valaha. Rábos Steiger, úgy értem. Az ugye nem más, mint az 500-as, amiből azt hiszem egy darab prototípus készült. Ezt meg úgy lehet elképzelni, aki nem tudja, hogy 2 darab 250-es rába motort raktak bele, és úgy volt a meghajtása, hogy ugye alapban úgy van ugye a Rába Steiger, a 250-es Rába Steiger, meg a másik is, meg ugye például ez a T150K is, ugye ezek a törzscsuklós gépek javarészt, hogy elől van a motor az első szekcióban, és akkor törzscsuklós, de hátul az csak a vonó szerkezetet tartalmazza, esetleg ugye a különböző csatolófelületeket, meg minden, meg ilyen hajtást, ugye gardán meghajtás megy egyébként a hátsó tengelyhez. De ott úgy oldották meg, hogy a hátsó két kerékre is raktak egy motor, tehát a jármű elejébe is volt egy motor, meg hátul is volt egy motor, 2 darab 250-es rába motort raktak be, ugye gyakorlatilag 2x6 hengerre, 12 hengeres Steiger volt, és így 500 lóerő lett, és így jött ki, hogy a Rába 500, Rába Steiger 500-as. Azt hiszem egy darab prototípus készült belőle, hogyha nagyon megnézel az interneten, rákeresel, akkor lehet róla találni néhány képet, de nem kifejezetten sok van róla. Talán valamilyen mezőgazdasági expo mutatták be, annyi volt az egy debütálása, meg talán valahol egyszer szántottak vele, mint hogyha valami olyat olvastam volna, hogy valami bemutatón azért így megmutatták a nagy közönségnek, de ugye elég sok probléma adódik például abból, hogyha 2 darab motort akarsz üzemeltetni, ráadásul azt úgymond szinkronba. Egyébként azt tudtátok, hogy a most erről jut eszembe, hogy szinkronba 2 darab motort üzemeltetni, hogy a szovjetek azok csinálták például azt anno, amikor szántottak, direkt csinál, és ez gyári szerkezet volt, nem ilyen kókány akármi, azt nyomták, hogy
kettő kirovec úgy szántott, hogy egymás mellett mentek, vagy éppen tárcsáztak, vagy akármilyen munkát, és rudakkal össze volt ködve a két kirovec. Tehát össze volt kapcsolva, egy tandembe mentek. Most talán jövő, végeztem már a szántó... Aha, jó, oké. El is indítom, azt legalább nem annyira az öreg ez a gép. Oké, jó, be is állt egyenesbe. Mehetsz, mehetsz, mehetsz. Dologra paraszt. És úgy volt, hogy egymás mellett volt a két gép, és össze volt ködve, és gyakorlatilag egy darab traktoros irányított, és a kormány szerkezet is össze volt ködve, és hogyha hogy forgatta a kormányt, úgy fordult a kettő gép. De hát ezt ugye ilyen hatalmas nagy táblákon kell elképzelni, hatalmas nagy szántóföldeken, és gyakorlatilag a gáz, meg minden össze volt ködve, és egymás mellett haladt a kettő kirovec, és úgy húzott kettő ekét. Ugye egy darab traktorossal tudta kettő gépet meg használni, gyakorlatilag, mint hogyha előzménye lett volna ilyen önjáró gépeknek, ami ugye GPS alapján tájékozódik, itt ha egyszerű volt, együtt fordult a kettő gép, együtt dolgozott, és minden vezérlés ugye egy fülkében volt benne. Na, egyébként erre is lehet találni neten képeket. És látszok, már csak annyit akartam megnézni. Ugye már bőven felénél vagyunk, ezt erre akartam ránézni, viszont kellene nekem akkor kettő darab traktor, hát nem tudom, honnan akasztok le kettő traktort, megmondom őszintén. Hiány van traktorból, srácok, hiány van. Ezt valahogy el kellene húznom olyan helyre, ahol könnyen elérhető, de hát hova? Na kéne még egy traktor, gyerekek. Mert két vetőt hogyan működtetek egy traktorra, ezt mondjátok meg nekem. Nem, megvan, megvan a megoldás. Behúzzuk a telepre, megtankoljuk a két vetőt, kivisszük a két vetőt, és ha kirovec végez, akkor tudjuk húzni ezt a vetőgépek után. Oké? Okay? Ez így lesz. Nem jó, még mindig borzalmas a logisztika a gazdaságban. Borzalmas. Kevés a gép. Csak nem akarok már gépeket venni kicsiket, mert úgyis ezt learatjuk, akkor már mindenképpen ugye beugrik majd egy rába. A más nem, ugye a 180-as, amiről beszéltünk. Egyébként azt tudjátok, hogy van 240-es rába. És itt van a szomszédban, pár kilométerre tőlünk. Azt hiszem, hogy egy vagy kettő darab, de lehet, hogy csak egy darab készült belőle, és gyárilag 240-es címkézéssel van. És azt úgy kell elképzelni, most egyelőre ide leakasztom, és akkor ki is tudok majd elfordulni, ahogy van. És ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag egy 180-as lába, és gyárilag raktak bele 250-es motort. Tehát a 250-es lába motor van, a 180-as lábában bent. Egyébként nem is tudom, azt hiszem valamilyen hadicélre használták ilyen... A laktanyába mozgattak bele valami rakéta, nem kilövőket, hanem ilyen rakétákat tolgattak vele, vagy ilyen fegyverzetet. Ugye az elején nagyon jó rálátás van, ugye a 180-as rába, azt mindenki tudja, hogy elő van a kabin, és emiatt nagyon jó rálátás van a hárompontos csatolóra, meg mindenre gyakorlatilag a melós előtt. Borzalmasan jó. Ugye hasonlóan működik gyakorlatilag kifordított fülkével a Classerion, amikor ugye fölemelkedik a fülke, és kifordul előre, és ugye akkor ilyen eszköz hordozóként tök jó, mert nagyon jó rálátás van, és ezt a 180-as, vagyis 240-es rábas tejget, ezt is úgy használták, hogy gyakorlatilag tudták használni egy ilyen eszközfordulónak, azt hiszem, hogy a seregbe. És az itt van a szomszédban, azt hiszem egy készült belőle, de lehet, hogy kettő, de én inkább arra hajlok, hogy egy. Na, gyerekek, lehet, hogy el kellene csúsztam, bárki jól lenne fektik, jaj, gyerekek, nem tudom, mit csináljak. Annyi munka van, hogy ezt megőrültek, gyerekek, annyi munka van. Hol van az MTZ-ünk? Rára voltunk szükségünk. És azt nem mondjátok, hogy... De egyébként, hogyha nem hoztam az MTZ-t, és úgy látom, ketyeg benne a motor, mert eddig ketyeget most megállítottam, mert azt hittem, hogy áll, és rányomtam, és akkor állt meg, és utána indítottam egyből. Ment egész végig, és nem fogyott belőle az üzemanyag. Úgyhogy ha nem dolgozol vele, de úgy hagyod, hogy ketyeg, akkor nem nagyon eszik, vagy pedig nagyon keveset.
Jó, kiviszem a vetőket, annyit csináljunk meg, és akkor a következő részben indítjuk a vetőket. Meg kellene őket tölteni, ugye? Az se lenne rossz. Nem megyünk neki! Krisztálnak van elég baja amúgy is. Én ezt ide rakom szérűre. Meg van fogyva a kerítés, drog gyerekek. És akkor hozzunk a vetőt, mind a kettőt megtöltjük, aztán addig szerintem ki fogják bírni, azt utána majd a 150-nel húzzuk a pautot, mert van bele baj. Azt a betyár, gyerekek, hát ez... De nem sok minden van. Meg kell hagyni, mi? Gyerekek, megszérültök, amikor így kavargok, mi? Azt sem tudjátok, merre van előre, hát én sem néha. Azért megyünk hátrafele. Mikor nem oda raktad volna a pótkocsit keeper, akkor lehet, hogy nem kellene itt betolatnom, mi? Csak az a baj, hogy minden, már kezd izé lenni. Kezd helyhiány lenni, úgyhogy lehet, hogy terjeszkedünk még. A tikok azok tojtak, azóta nem tojtak, mondjuk időt se pörgette van. Ezt ne felejtsük el. Ugye belejárok a... Izével, az oldjukba vagy mi az. Oké. Okay. Az árpád megtöltöttük, az árpád. Nem árpád, az árpád. És ki a másik felét is? A műtrágyát is beleraktuk, egyébként 212 literes csak a műtrágya. Tárolója, aztán azért nem a legjobb. Én nem a legjobb. Jó, egyik barátocskánk. Itt fog leledzeri, lehet, hogy nem a legjobb. De a munkaszélességeket megérezni egy gépné, meg egy eszköznél azért nem olyan egyszerű. Ugye? Inkább lógjunk rá, mint elveszítsük a arut. Na, így jó vagyunk? Szerintem jó vagyunk. Hát nem a legjobb. Komolyan mondom, mit csinálsz keeper? Hát menjél már keeper. Inkább beszendőbe menjen a vag, mint hogy a földet ne használjuk ki. Hát nem a legszélesebb egyébként a vető. Na most már biztos, hogy jó. Elnézést a kölgése. Jó, krisztálka. Ezt még kiviszem, mert legyen meg. Bátrak teszünk? Sorskártya előtt beindítjuk a izét a vetéseket? Lerohad, akkor kikölöm idejönöm, piszkálnom, szántanom. Árpa, és árpára van állidó, hát árpát fogunk csinálni, mert az egész jó hozama volt. Sokan írjátok a babot, bab nagyon megtévesztő tud lenni, azt remélem, hogy mindenki tudja. Oké, hogy a legdrágább, nem csak azt kell nézni, hogy drága, hanem ugye, hogy mennyi hozama van. Nagyon sokan szerintem emiatt tévhitbe élnek. Hogy az olyan hatalmas nagy biznisz. Hát de nem, mert árpa lehet, hogy olcsóbbnak tűnik, de rengeteg van belőle. Gyerekek, oda nézni, ilyen tolatást azért levág a keeper, hallod? Etolatnék én a kenyáig is, ha tudnék. Műtrágyát is kérünk szépen. Egyébként akkor el kell tolni, és akkor újra vissza. Jó, ezek a zsákok azért nem fogynak olyan gyorsan, látod? De egy-két vetést kibírjuk vele. Mit csinál a T-szövezők Franka? Jó, csinálja a dolgát. Tudom, látom, jó van, ügyes. Jó, gyerekek. Ezt majd megindítjuk kb. Itt. Gyerekek, hallod? Azért itt azért mennek a komoly dolgok, mi? És sőt, még egy kicsit odébb. És azt csináljuk, hogy a... T-150K-tól elvesszük a melót, azt befejezem. Én gyorsabban meg tudom, nem sok van vissza. Ez kb. Így a felére induljon meg, és akkor kettő vető meg leveti a földet, mint az őrüt. Addig meg valamit majd csinálunk, kitaláljuk. Oké, srácok. Jó, ezt meg is állítom, hogy ne itten... Mert egyébként olyan körülményesen fordul, olyan körülményesen fordul, hogy jelen hiszitek. Jó. Oké, skacok.
Akkor innen indítjuk a következő részt. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Hát remélem, hogy az oratást meg tudjuk csinálni a kövi részbe, vagy el tudjuk kezdeni legalább. Ez egy böszme nagy föld. És a következő részben sorskártya, úgyhogy várlak benneteket. Nagyon sok szeretettel. És a következő rész után, vagyis a következő részben, ha sikerül az oratás, akkor már meg új gépeket fogunk venni. Oké, ennyi volt gyerekek, köszönöm szépen. Figyelj, hallod, nem is pörgetem az időt, és a tyúkok azok úgy tolnak, mint az atom. Ez nagyon jó, hallod? De tudod, miért jó? Mert most így tudsz számolni már. Mi az a 2 liter? Ja, várjál. Aha. Ekkor ebben hány liter van egy ilyen dobozba? Lehet, hogy 1000 liter? Mert ugye... Az a 2 liter az, hogy éppen mennyit tojt, mikor mennyit tojt. A dobozokat már nem számolja bele. És annyira ez örög. Ó, hát akkor ez jó lesz, gyerekek. Az lehet, hogy 1000 liter tojásnak felel meg. Öcsém, akkor ez hatalmas pénz lehet. Figyeljetek, most nem is pörgettünk az időbe, és lett egy doboz tojásunk. És 50 tyúkból. Ha lenne 5000 tyúkod, ha? Hoppa, Keeper nagyba gondolkodik. Sanyika, ne csörgesd a csontodat. Na, jók legyetek, köszi szépen a figyelmet. Csácsó, mi csörtészta.